általában ritkán dobálunk Angry Birdöket, hiszen ez egy ilyen pontlövő játéknak tűnik. És ugyancsak pontlövőek ezek a sportpisztolyok is, amelyek közül az egyik a legfelsőbb kategóriából a Walther SSP. Ezt néhány évvel ezelőtt mutatták be. Korábban voltak gyermekbetegségei, azonban már egy kiforrott, javított szériából származik. Azt kell még elmondani, hogy ez tipikusan ez a német mérnöki elmebajnak a terméke. Semmi nem ott van rajta, ahol egy pisztolyon keresnénk, és semmi nem úgy működik benne. Ezt egyébként a fegyver részleges szétszélése után a belsejét megismerve lehet különösképpen elismerni, hogy ebben még az ütőszeg se olyan, mint egy rendes pisztolyban. Csőtisztítás következik. Fegyver, mint ugye ma már a gyors tüzelő és a pontlövő sportpisztolyok is, 22 long rifle kaliberű, ugye ez egy peremgyújtású lőszer, és ugye azt is el kell mondani, hogy nagyon sokan az öntöltő pisztolyokat alultárosnak nevezik, ez egy elég nevetséges elnevezés, és mindjárt rá is cáfolok, mert ez a pisztoly bizony nem alul, hanem felültáros. Innen kell betenni a tárat, felülről, miután hátul akasztottam az árat. Ezt kell hátrahúznom, benyomnom ezt a gombot, és akkor hátul akad, ekkor tudom betenni a tárat. Tehát ez nem alultáros, hanem felültáros. Ez a nagy ezüst szürke gomb, itt egyébként a tárkioldó. Tárba 5 darab 22 long rifle lőszerfél, és nincsen zárakasztója a fegyvernek, mint a legtöbb ilyen kiskaliberű sportpisztolynak. Ha száraznak akarok gyakorolni a fegyverrel, akkor beteszek a töltényűrbe egy ilyen kis kék zászlócskát, hátrahúzom, előrengedem, és akkor üresen tudok vele gyakorolni. Azt, hogy az első szerkezet megfeszített vagy nem megfeszített állásban van, onnan tudom, hogy itt, hogyha feketét látok, akkor nincsen megfeszítve, a pirosat akkor megvan. A Walther SSP részleges szétszerelése a töltetlenség ellenőrzésével kezdünk. Hátrakasztjuk az árat, kivesszük a tárat fölfelé. A töltetlenség ellenőrzése után kicsavarjuk ezt a két csavart. Az egyik ez a pneumatikus visszarúgásgátló rendszer csavarja, a másik az pedig csak egy borító csavar, ami az ütőszeg rugójának a házát fedi be. Ez a kettő megvan, és a szem hátul van, akkor ezt a szétszedő elemet ezt adják a fegyverhez, ezt előkészítjük. Előtte ezt a csavart, ami rögzíti a csövet a tokhoz, ezt megengedjük és kicsavarjuk. A továbbiakban ezt a szétszedés segítő eszközt, ami a rugók a szétszedéshez szükséges helyzetében való rögzítést segíti elő, megfelelően betesszük a helyre, majd rögzítjük. Ezután már a szánt vissza tudjuk engedni, és gyakorlatilag ekkor az egész felső rész szám az lejön a tokról. A fegyver elsődleges pucolásához ennyire elég szétszedni a gyár szerint. 1000-2000 lövésenként érdemes további lépéseket végrehajtani a további szétszedéshez. Amennyiben az árat ki akarjuk venni, akkor csak gyakorlatilag ki kell emelni, és így meg lehet tisztítani a fegyvert. Az a két csavar, amit az elején levettem, ezek majdnem teljesen egyformák, annyi különbség van, hogy az egyiknek a közepén 0,6 mm-es a lyuk, a másiknak 1 mm-es a középső lyuka. Azért,
mert hogyha ezeket megcseréljük, abban az esetben a pneumatikus visszarúgásgátló rendszer az nem lesz annyira hatékony, és így gyengébb lőszerrel is csőretöltési akadályok nélkül lehet lőni. Ha jól értem, akkor a képződő vákum méretét szabályozza ez a furat. Így van, pontosan. Tehát, hogy egyiknél gyorsabban szűnik, meg a másiknál így van, lassabban. Pontosan. A fegyver további szétszerelésénél majd látni fogjuk ezt a gumigyűrűs dugattyút, ami végül is itt helyezkedik el ezen belül a helyre toló rugónál. Továbbiakban végül is a számból ki lehet szedni a helyre toló rugót, valamint a ütőszeg rugóját. Ezt ne nevezzük számnak, mert ez egy tok felső rész. Ez egy tok felső rész, igaz, végül is az a szán. Az a szán, ami zár, igen. Igen, tehát a tok felső rész a beépített csővel, a csövet nem lehet kivenni, az fixen bele van építve. Finoman kivesszük, és gyakorlatilag ezek után finoman, mert itt megakad a kettő, érdemes lefogni a két lyukat, és ez a helyre toló rugó, a pneumatikus látszik a gyűrű, az egy gumigyűrű. Ami a tömítését végzi tulajdonképpen. És most jön ki az ütőszegrugó. Ami kék színű, ami hogy össze lehessen keverni. És ezen nincsen pneumatikus lassítás. Ezen nincsen, így van. Nagyon figyelni kell, hogy ugyanúgy rakjuk vissza ugyanabban a sorrendben, valamint a előzőleg beállított fúratot, hogy melyiket használjuk. Gyárilag a 0,6 mm-es van benne, az teljesen megfelel az SK vagy lakóalőszerekhez, úgyhogy teljesen jó. Az a kérdés még, hogy azokon a kis ezekre van-e valami jelölés, amiről tudni lehet? Van. Ezen sok karik, tehát két jelzés. Hát ez a koncentrikus gyűrű, igen? Így van, ezen pedig egy. Így lehet megkülönböztetni. Így van. Jó. Igen. Egyébként meg, hogyha kicsavarja az ember, akkor szemmel, láthatólag egy picit nagyobb. Gyakorlatilag ennyi a fegyvernek a szétszedése. Ez a fegyver, ez úgy néz ki, ha megnézzük, itt olyan, mintha nem is lenne ütőszeg, csak egy hüvelyvonó van, és egy ilyen tűzfali rész az áron. Azért, mert ilyen alakú ütőszeget még szerintem senki nem látott. Ez az ütőszeg, és az az előső része az, ami előre csapódik. És az is érdekes, hogy lövéskor a szán itt fekszik fel, tehát itt akad meg végül is. Nem a tok végébe, hanem körülbelül olyan 1,5 tized milliméternyi hézag marad, és itt fekszik fel ezen a puffer. A puffernek kinéző dolgom, mert amikor itt felfekszik, nem, fémből van, viszont amikor felfekszik, egyből neki is nyomja ide fel, itt látszik a szánon, tehát felfele neki nyomja, és így nagyon, nagyon hatékonyan fékeződik a szán a végén, az út végén. Jobban szétszedni még annyit lehet, hogy az elsütő szerkezetet teljesen ki lehet emelni, ahhoz ki kell venni a biztosítókart, ezt a csavart, ami ott bent látszik, ezt kicsavarni, és akkor ezt a stisztet kiütni. Utána az elsütő szerkezet így egybe kijön az egész. Ennek gyakorlatilag nincs nagy értelme. 5-6 ezer. Ha a versenyen egybe elromlik, akkor egybe lehet cserélni. Igen. Ez egy... kell hozzá egy kiütő szerszám, mert ez nem jön ki könnyen, de normál pucoláskor 3-4 ezer lövésig akár ezt fölösleges kiszedni. Még egy érdekesség van, amire a gyár is felhívja a figyelmet, maga a hátsó irányzék ennek a csavarnak a kicsavarásával teljes mértékben cserélhető, és a gyár szerint mindig ugyanabba a pozícióba áll vissza az irányzék, tehát amennyiben egy versenyen vagy bárhol gondunk van, vagy más típusú irányzékot akarunk használni, akkor egy csavar megengedésével a teljes hátsó irányzék cserélhető, anélkül, hogy természetesen... És ha visszatesszük az eredetit, nem kell újra belőni. Nem kell újra belőni, így van. Ugyanez vonatkozik az első irányzékra is, ennek a csavarnak a megengedésével az irányzék tekerhető végül is, és így különböző vastagságú elfordítható 120 fokos szögenként, és akkor három különböző vastagságú célgömb belnézhetünk. Gyárilag 4, 4,5 és 5 mm vastagságban szállítják. Értes, és azért nem a cső elején van az irányzék, hiszen akkor valószínűleg meghaladná azt, ami a szabálykönyv engedélyezett. Pedig úgy lenne logikus, ugye, hogyha minél nagyobb lenne. Így van, a szabálykönyvben 220 mm
lehet a maximális irányzékhoz, ez pontosan annyi. Ugyanúgy a csőhoz is a szabálykönyvet 153 mm pontosan, így van. Nem, az a Match Guns MG2-esnek 152, a Pardiniknak kisebb, pontosan nem emlékszem most a pontos értékre, a Walternek 153 és a szabálykönyvben is 153 mm a megengedett hossz. És gondolom össze lehet úgy is rakni véletlenül, hogy nincsen benne az ütőszeg. És akkor csodálkozom. Igen. Az még az érdekes, hogy az ütőszeg rugó az nem nyomja, hanem húzza, ugye, az ütőszeget. Sőt, maga a helyretlő rugó is húzásra van, ugye? Így van. Tehát minden logikát nélkülöz. A pisztolynak a markolata az három dimenzióban, tehát mindenfele elfordítva beállítható. Ennek e körül a tengely körül, ami ugye egyben a tárkioldóhoz is tartozik, és ugye a legtöbb pontlövő sportpisztoly és hasonlóan van itt egy ilyen kézél támasz, ami az én kezemhez egy kicsit szűkre van beállítva, tehát nem kifejezetten kényelmes a fogása. Ezt annyira a gazdájára kell szabni, hogy a ő kezébe legyen jó, és ne az enyémben. A pisztolynak egyébként azt hinnénk, hogy valahol itt van egy kakasos estőszerkezete, de nem, egy ütőszeg típusú estőszerkezete van, ami gyakorlatilag szinte teljesen az első billentyűtől előre foglal itt helyet, és a biztosító is itt van, ugye S a biztosított, F a fire, és hát ugye ez egy kifejezetten pontlövő pisztolyos biztosító, nagyon hosszú ujjal lehetne csak kényelmesen kezelni. Kocka sportlövő két kézzel. Tudod, mi az érdekes? Hogy erősebb a hátrarúgás, mint amire számítottam. Igen? Mm? Orbán Zsolt első próbálkozása a saját fegyverével, ez pedig itt az én első próbálkozásom, és érdekes módon a két kézzel leadott lövések azok, aminek rossz a szúrása, és ami egy kézzel vannak belül. Na hát ez már egy igazán bajnoki szúrás. Az 5-ből 4 az szinte egyben van 25 méterről. Természetesen ezt nem én lőttem, hanem ismét a Zsolt. Az 5 lövés 25 méterről én lőttem. Ebből 2 10-es, 3 9-es. Úgyhogy mondom, ma van először a kezemben ez a fegyver, és eddig lőttem vele körülbelül 25-öt. Unorthodox módon, pontlövő csúcspisztoly és fémcélok. Mindegyik megvolt.